Hello, sziasztok, Eszti vagyok, és ma megmutatom, hogy én hogyan készítek áfonyás muffint pillanatok alatt. Gyertek, tartsatok velem! Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a receptet én olyan gyakran készítem el, mivel szerintem ez a kedvencem, hogy már fejből fújom. Nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon gyorsan készen van. Nem kell hozzá más, mint 195 g liszt, amit én már egyébként előre kimértem, természetesen egy csipetnyi só, ami semmi sütőből nem maradhat ki, egy pici sütőpor, igazából egy fél táskanálnyi bőven elegendő ahhoz, hogy nagyon szépen megnőjönnek majd a muffinjaink, és jó puhák is legyenek. Ezután ízléstől függően jöhet 130-150 g cukor. Én 130 g-mal szoktam készíteni, ugyanis én nem szeretem, hogyha túlságosan édes a sütim. Ezután jöhet hozzá egy közepes méretű tojás, majd pedig 4 evőkanálnyi, vagy pedig 80 ml semleges ízű olaj. Nagyon-nagyon fontos, hogy semleges ízű olajat használjatok, mert például az extra szűz olívaolajnak nagyon-nagyon erős íze van, és a kész sütiben ezt már lehet érezni egy picit. Én általában napraforgó, vagy pedig repceolajat szoktam használni. Ezután jöhet hozzá egy táskanálnyi vanília kivonat, ami helyett természetesen használhatok akár vaníliás cukrot is, teljesen rátok bízom. Majd pedig a tojás méretétől függően 100-tól 120 ml-nyi tej. Én most szőltejet használok, ne ijedjetek meg, nem muszáj azt használnotok, de ugye mi tejcukorérzékenyek vagyunk, úgyhogy ezért használom most éppen ezt, nyugodtan használhatok bármilyet. Egyébként csináltam már kókusztejjel is, és az eszméletlen jó volt. Én általában 100 ml-nyi tejjel szoktam kezdeni, csak azért, mert előfordult már, hogy nem volt szükségem a 120 ml-nyire, és most kivételesen teszek hozzá fahéjat is. Javaslom, próbáljátok ki, hogyha szeretitek a fahéjat, ugyanis nagyon-nagyon finom. Általában szimplán vaníliásra szoktam készíteni, de most úgy gondoltam, hogy miért ne. Ezután elkezdem összekeverni a masszát, és ugye most látni fogom, hogy még eléggé száraz, úgyhogy hozzáteszem a hiányzó tejet. Hogyha például nagy tojással dolgoztok, akkor a 100 ml-nyi tej bőven elég szokott lenni. Nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy ugyanúgy, mint bármilyen más muffin masszát, ezt sem szabad túlkeverni, és az sem jó, hogyha túl folyékony. Mindjárt kikeverem a tésztát, és látni fogjátok, hogy milyennek kell lennie. Egyébként én tudom, hogy a legtöbb muffin recept azt írja, hogy keverjétek ki először külön a száraz hozzávalókat, majd pedig a vizes hozzávalókat, és keverjétek össze. Higgyetek el, ehhez a recepthez nem kell. Én nem tudom, hogy ez most csak kivétele, vagy éppen mázlim van ezzel a muffin recepttel, de nekem soha nem volt arra szükségem, hogy külön kikeverjem a kettőt. Szimplán mindent összeöntök, és összekeverem. Arra viszont nagyon oda szoktam figyelni, hogy nem keverem túl, mint ahogy azt most sem teszem. Amikor már nagyjából kezd homogénná válni, akkor hozzáöntöm az apró szemű áfonyát, amiből kb. 80-100 g-nyit szoktam javasolni, de én most például 140 g-nyit tettem hozzá. Óvatosan keverjétek el, éppen csak annyira, hogy az áfonya elkeveredjen a tésztával. Én egy picit meg szoktam nyomkodni, hogy kiadja a levét, és már tehetjük is a sütőformába a masszánkat. Nem tudom egyébként, hogy miért béreltem ki a teljes muffin formát, ugyanis ebből a masszából 6, maximum 8 muffin szokott kijönni, attól függően, hogy mennyi áfonyát teszek hozzá. Nem szoktam gramra kiméricskélni a masszát, hogy őszinte legyek, nagyjából ugyanannyit teszek mindegyik formába. Hogyha marad ki egy pici, azt pedig szétosztom. Egyébként, mint említettem, ez a recept, mint mindig, most is itt a leírásban és a Discordunkon is megtalálható, és hogyha szeretnétek minket élőben főzni látni, minden héten szombaton 1 órától FőzőShow a Twitchen, aminek a linkje szintén a leírásban van. Apró trükk, én a muffinokat meg szoktam szórni sütés előtt kristálycukorral, apró szeművel lehetőleg, ugyanis a cukor sütés közben meg fog olvadni, egy nagyon picit néha meg szokott karamellizálódni, és amikor kihűl a muffin, akkor eszméletlen jó ropogós lesz. Próbáljátok ki, higgyétek el, nem fogjátok megbánni. Ezután már nincsen más dolgom, mint hogy 170 fokra előmelegített sütőben 20, maximum 25 perc alatt aranybarnára sütöm őket. Tűpróbával tesztelhetitek a közepét, de higgyétek el, egy gond nélkül át fognak sülni. Ezután vegyétek ki a sütőből, tegyétek ki rácsra és hűtsétek ki őket. És íme a kész termék, srácok. Azt kell, hogy mondjam, hogy alig várom, hogy megtörjem a fejemet ezekkel a muffinokkal. Amint látjátok, eszméletlen jól néznek ki, ahogy az áfonyák megfőttek és szétrobbantak, gyönyörű szép márványosra festették a muffinokat, és így mondom, mindegyik egy kicsit másként néz ki, de mindegyik eszméletlen gyönyörű. Remélem, kipróbáljátok ezt a receptet, srácok, kísérletezzetek vele nyugodtan, tegyetek hozzá más gyümölcsöt, úgyis nagyon-nagyon finom lesz, én például eperrel kifejezetten szeretem. Mint mindig, most is jó étvágyat kívánok hozzá, és természetesen várlak majd benneteket vissza a következő recept videóban is. Addig is sziasztok!